A Szent Korona nem csupán Európa egyik legrégebbi beavató koronája, hanem a magyar államiság jelképe is. A történelem során csak az válhatott törvényes uralkodóvá hazánkban, akit a Szent Koronával koronázott meg az esztergomi érsek a székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikában. A magyar Szent Koronát II. Szilveszter pápa küldte első Istvánnak, akit 1000. december 25-én vagy 1001. január 1-én koronáztak meg magyar királlyá. A magyar korona eredetije ma a parlamentben hirdeti az államiságot, viszont létezik egy hiteles másolat. Régi vágya volt a Babics Mihály Kulturális Központnak, hogy Szent István királyunk ünnepén, az államalapítás ünnepén egy olyan méltó produkciót vagy egy kiállítást tudjunk ide a városba szervezni, amely egy kicsit túlmutat a hétköznapi ünnepségeken, és a város teljes lakosságának, elsősorban diákoknak, fiataloknak is ad valamilyen lelki feltöltődést, illetve hát nevezhetjük úgy is egy kis történelem tanuláshoz megfelelő segédanyagot. Régi vágyunk volt ez is, tehát újra vágyakról beszélünk, hogy a Szent Korona és a koronázási jelvényekkel kapcsolatban mi már fölvettük korábban a kapcsolatot a Pintér családdal, akikről azt kell tudni, hogy ők rendelkeznek az országban az egyetlen hiteles másolati példánnyal, mind a korona, mind a koronázási jelvények tekintetében. Ez egy csodálatos együttes és összeállítás, amit ők igen nagy anyagi erőfeszítéssel és áldozattal, illetve nagyon komoly szakértői munkával, a legkiválóbb magyarországi ötvösökkel és aranyművesekkel készítettek el a korábbi években. És hatalmas szerencsénkre ebben az évben meg tudtuk végre valósítani, hogy elhozzuk Szekszárdra is ezeket a csodálatos relikviákat. Az ötletnek az is a része volt, hogy ezt tegyük lehetővé valamennyi szekszárdi általános és középiskola részére, hogy egy rendhagyó történelem óra során egy-egy pedagógus kíséretével és az általunk adott ismertető alapján láthassák a mi diákjaink is, hogy Magyarország 1000 éves államiságának milyen relikviái vannak, mit jelent a Szent Korona Magyarország életében, országunk történetében, és hát ezzel így én azt gondolom egy kicsit a hazaszeretetet, az identitást is tudjuk erősíteni. Mivel ez az egyetlen hiteles példány, nagyon nagy a kereslet rá. Számtalan kiállítást szerveztek már szerte az országban, elsősorban oktatási céllal. És a másolatnak is megvan a maga különlegessége. Mivel ez az egyetlen hiteles példány, amelyet ráadásul még II. János Pál pápa a magyarországi látogatása során meg is áldott, éppen ezért ez természetesen a most a parlamentben látható koronázási valódi ékszerek és a valódi korona mellett ugyanegy egy utángyártott példány, ha nevezhetjük így, de teljesen autentikus, tökéletes mása, sőt, még azt is megtudtuk, hogy ez a korona, amit a művészetek házában látható, ez az eredeti Szent István királyunkat megkoronázott korona, ugyanis az idők viszontagsága során ugye a magyar koronának egy nagyon nehéz története volt, számos alkalommal elrejtették, külföldre került, Amerikából kaptuk vissza 70-es évek végén, és a viszontagságos út során megsérült, és néhány olyan motívum elveszett, ami viszont az itt látható koronán megvan. A város és környékének iskolásai egymásnak adták a kilincset a kiállításon, több mint 1000-en látogatták eddig a művészetek házát. A kísérőtanárok véleménye szerint egészen más ezután a látogatás után beszélni az államalapításról. A magyarságunknak a jelképe, a kereszténység jelképe, és tulajdonképpen egy olyan hát sarokpontja, alapköve a magyar történelemnek, ahonnan elindult egy olyan folyamat, ami szerintem napjainkig is tart. A Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi középiskolájában egész hetet szenteltek a történelemnek és az irodalomnak, és ebben a korona kiállításnak. Mindenképpen úgy gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy mivel megtapasztalják ezt személyesen, és hozzájárul ahhoz, hogy a történelemhez másként állnak, és talán közelebb kerül hozzájuk a történelem, a magyar történelem különösen. Végig látogatjuk a szekszárdi múzeumokat, megyünk a megyei múzeumba is, meglátogattuk a Babics házat. Volt egy olyan sétánk, ami a múzeumtól a Babics házig a jelentős kulturális helyszíneket mutatta be a gyerekeknek,
és azt gondoljuk, hogy ha ez minden évben egy ismétlődő sorozat lesz, akkor egyre inkább bevésődnek ezek az ismeretek. Én úgy gondolom, bejött az ötletünk, és szeretnénk a jövőben is hasonló élményeket okozni. Egy kicsit ki kell zökkenteni a hétköznapi programokból, a hétköznap megszokott elemekből a mi ünnepeinket is, és hogyha egy-egy ilyen pluszt, egy-egy ilyen úgymond kuriózumot is be tudunk mutatni, el tudunk hozni ide Szekszárdra, én azt gondolom, ettől mindannyian gazdagodni tudunk.